Közzétette az országos adóhatóság a magánszemélyek szégyenlistáját. Erre azok a személyek kerültek fel, akik legkevesebb 1500 lejjel tartoznak az államnak. A jogi személyek után a magánszemélyek is felkerültek az országos adóhatóság szégyenlistájára. Több mint 187 ezer személy szerepel ezen, ők összesen 3,4 milliárd lejnyi adóhátrálékot halmoztak fel. Az adóhivatal által közzétett listára az Erdélyi megyeközponti lakcímmel rendelkező magánszemélyek is felkerültek. Kolozsváron egy magánszemély 12 millió lejes adósságot halmozott fel, de Marosvásárhelyen is 3,3 millió lejt, Szatmáron 806 ezer lejt, Sepsiszentgyörgyön 377 ezer lejt, Csíkszeredában pedig 296 ezer lejt. A szégyenlistán egyébként híres személyek, politikusok is szerepelnek. Az éllovas Szorin Robert Negoice, ő a legnagyobb, azaz 232 millió lejes adóhátrálékkal rendelkező magánszemély. Híradunk arra volt kíváncsi, mit tesz az adóhivatal az ilyen tetemes adósságok behajtása véget. Megindul a kényszer végrehajtás. Lépésről lépésre felgöngyöljük, megteszünk minden. Törvény előírta lépést azért, hogy az adósságot behajtsuk, ugye? Először egy felszólító levelet, zároljuk a számlát, foglaljuk a javakat, eladjuk őket, de ez mind időbe telik, és menet közben felhalmozódhat, igen, adósság felhalmozódhat. Giorgi Becali, Elena Băsescu és Mugurice Rescu jegybanki kormányzó is felkerült az adóhivatal listájára. Az ANAF közleménye szerint a 3,4 milliárd lejből már csak 2,1 milliárd lej tud behajtani az állam. A hatóság ezentúl negyed évente teszi közzé az adósok jegyzékét.